jogan elmennek az úszodába, egy nő is elmehetne, de nem hívnak, mert valahogy nem mehetsz kispályás focit játszani velük. Hát gondolja. De a nők egymás közt játszhatnának kispályás Igen. focit, és akkor Igen. mi is lépés előnyben lennénk. Egyébként nekem az a véleményem, hogy apámnak egy régi mondását hadd idézzem, hogy a férfi a család feje, de a feje arra fordul, mert a nyak fordítja, az meg az anyád. Mondta sokszor. Tehát én hiszek abban, hogy a férfiak döntése igenis befolyásolható, csak egy okos nő ezt úgy intézi, hogy a férfi ne vegye észre, mert az okos nőket utálják. Igen, tehát úgy kell a női praktikákat bevetni, hogy végül mégiscsak az legyen, amit mi akarunk. Ez történik, csak más a közeg, amiről beszélünk. Ez igaz, mert egy igen. családban megint máshogy fordítod a férfi fejét, igaz? És a politikusok körében, ahol csak férfi van, megint más módszerekkel kell élni. Utálják, hagyj ragadjak le, ez azért egy fontos mondat, hogy utálják a férfiak az okos nőket? Én ezt nem hiszem. Mondjuk én sem tapasztaltam ilyen sarkosan, de azért van igazság magva annak, amit mondott a Juli. Fogalmazunk úgy, hogy nem szeretik. Julival értek egyet. De szerintem ezek emberi dolgok, mert hogyha egy férfi utálja azt egy nőben, hogy ő okos, akkor az a férfi utálja az okos férfit is, mert valamiért tart tőle. Mégpedig leginkább attól, hogy úgy érzik, hogy a trónjuk veszélyben van. Hát, azt hiszik, hogy mi el akarjuk foglalni, és azt akarjuk csinálni, amit ők, holott véleményem szerint nem egymással kéne harcolni, hanem egymás kezét fogva közösen kéne valahogy dűlőre jutni. Én egy nőnemű ember vagyok. Én minden nap elmegyek, és élek, és dolgozom. De nem és úgy, mint egy férfi. Hát persze, hogy nem, de azért Na, mondom, hogy hát egy ember megyek el, és viszem magammal a női jegyeimet, de hát én nem hiszem, hogy ez egy vetélkedés tárgya kéne legyen, és én soha nem értem ezt úgy meg, komolyan mondom, soha. Azért mondtam az előbb, hogy kicsit kakukktojás, hogy én itt vagyok, mert azt lehet, már elmondtam, hogy én énekesnő voltam nagyon sokáig, az Állami Népegyüttesre jártam a világot, és ez egy borzasztó érdekes dolog volt, mert hát a 70-es, 80-as években ugye nem lehetett kimozdulni Magyarországra, és ez nekünk megadatott. Na most ez egy közös cél volt. Mi 100-an voltunk, 100-an jártuk a világot, ez egy nagy család volt. És ott megint nem az volt a fontos, hogy férfi a főnök vagy nő volt, férfi főnök is, női főnök volt. De a feladat volt a fontos, és az, hogy azt mi közösen oldottuk meg. Én mindig a csapatmunka híve vagyok most is, tehát egy percig nem azon gondolkodom, hogyha belépek, hogy most az Andrával úgy tárgyaltam, vagy tárgyalok, hogy most ennek a műsornak női vezetője vagy férfi, hanem miről szól a műsor, én mit szeretnék ebben elmondani, vagy mi az, amire reagálni szeretnék, és szóval én nem érzem, én emancipált nő vagyok ezek szerint. Biztos, hogy szerepet játszik, hogy nők vagyunk. Na, végre valaki kimondja. Na de hát biztos, hogy szerepet játszik, hogy nők vagyunk, de hát ez nem baj, attól, hogy nehezebb egy picit vagy. Attól az a jó, hogyha mi nőként dolgozunk, és nőként, nem tudom, nőként éljük a napjainkat. Tehát ez olyan természetes. Én is egy picikét csináltnak éreztem ezt, most túlzásnak éreztem, amiről most beszélgettünk, mert én is azt mondom, hogy nehezebb nőként a médiában, de hát az bizonyítja, hogy el tudjuk érni, hát dolgozunk. De nem a média, bocsáss meg. Igen. Én úgy érzem, nem a médiában nehezebb, általában. A nőnek. Nekem is van két nagy gyerekem, és azért nehezebb talán, de én ezt nem értem meg problémának, azt, hogy két gyerekem van. Természetesen, ha hazamegyek, én is viszem a problémáimat, és a gyerekeim is hazahozzák, és akkor nekem már plusz problémákat kell megoldanom, de hát ez egy csapatmunka otthon is. A családi élet is egy kis tím, mert hogyha a gyerekem azzal, hogy neki mi baj van, a férjem ugyanúgy törődik vele, mint ahogy én törődöm a férjem problémájával, és akkor már megint nem arról beszélünk, hogy férfi vagy nő, hanem az emberi tulajdonságokra és a kialakított kapcsolatrendszerről. És azt hiszem, ez nagyon fontos, a kialakított kapcsolatrendszer, hogy én abban hol tartok, és hogy veszem igénybe, hogy élek vele vissza. Talán inkább ez fontosabb, mint hogy nő vagy férfi. Nekem nagyon érdekes az, amit az előbb mondtál, hogy női műsorvezető van. Kíváncsi lennék rá, hogy ez a beszélgetés milyen lenne, vagy lett volna, hogyha férfi műsorvezető van. Mert biztos, hogy megkérdezheti ugyanezeket, de nem biztos, hogy ugyanezeket kérdezi meg, és ő mint férfi teszi fel a kérdéseket a nőnek. Itt pedig egy nő tesz fel kérdéseket nőknek.
Tehát ott már lenne egy férfi, egy másik nemű, ugye egész más lenne a beszélgetés biztosan. Egészen más lenne. Igen, itt a Hírdandárt már egy éve megy, és itt műsor előtt konstatáltuk pont veled együtt, hogy igazából még sosem volt olyan alkalom, hogy csak nők lennénk együtt. Ezt egy kísérletnek gondoltuk. Pontosan azért, mert amit említettem a bevezetőben is, hogy a Média Mánia műsorba vezető médiásokat hívtunk be, és valahogy csupa férfi jött. És akkor az én lelkem felháborodott valahol, és gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy a nők hol vannak. Mert akárhogy is mondjátok, vagy akárhogy is mondjuk, hogy egyenlőek vagyunk, emancipáltak vagyunk, ahogy nagyon szépen mondod, valahol az első vonal mégiscsak férfiak. Hát, hogy csak Európában. Nem tudom, nem néztem utána. Pontosan csak Európában és különösképpen Magyarországon, tehát a valamelyik Népszabadságban most meg is jelent egy ilyen kutatási eredmények összegzése, hogy Magyarország 12%-a fogadná el csak szívesen női főnököt. Akkor itt ered a probléma, innen ered, mert azt hiszem, hogy Amerikában a családtervezés is egy emancipált nőnél úgy kezdődik, hogy elvégzi az egyetemet vagy az X iskolát, utána még elhelyezkedik, beássa magát a szakmájába, és mindig 30 vagy 35 éves, és akkor kezd a család után nézni, szaladgálni, és még mindig ráér szülni. Magyarországon ez fordítva van még mindig. Meg az, hogy főleg férfiak kezdenek munkanélkülévé válni, tehát a női keresetből él a család. Igen, igen. Mert ez is meg, amit te mondtál nagyon találóan, hogy a feje arra fordul, amerre a nyak fordítja. Ez felvetett egy következő kérdést, hogy mennyire fogadják el a férfiak a női főnökséget. Tehát valóban egy női főnök csak úgy tud-e kommunikálni, hogy ilyen cselesen teszi, hogy... Te, Andrea, ennek az egész főnök beosztott viszonynak szerintem van egy alapköve, az, hogy tekintélye legyen a főnöknek. Teljesen független, hogy nő vagy férfi. Tekintélye legyen, és ennek a tekintélynek az alapja véleményem szerint csak a tudás lehet. Kérdezhetek egy személyeset, Juli? Igen. Téged ugye mindenki tisztel, mondtad, hogy a Juli Sulinál te vagy azért is a felelős, hogy ez a pohár mondjuk oda kerüljön az asztalra, végülis legelső és legutolsó sorban te vagy a felelős, hogy például a stáb elfogad téged? Mert azt szokták mondani például, hogyha egy nő ordítozik, akkor arra rámondják, hogy hisztis. Hogyha egy férfi ordítozik, akkor az erélyesnek mondják. Én azt hiszem, hogy elfogad a stáb, ez ugyanúgy, ahogy a népi együttesben itt is egy csapatmunka. Tehát én hiába akarnék egyedül bármit tenni, ha az a 25-30 ember, akivel ezt együtt csinálom, nem lenne mellettem. Itt el kell azt mondjam, hogy én nem vagyok hiszt és nem kiabálok, én dolgozni szeretek, és 20 ember helyett is képes vagyok dolgozni. Na most, amikor ezt látják, akkor a stáb egyetlen tagjának se jut eszébe azt mondani, este fél hétkor vagy hétkor reggel 8 órás munkaidőt, tehát reggel 8-tól dolgozunk, és este fél hétkor még mindig dolgozunk. Senkinek nincs egyszerűen mersze azt mondani, hogy nem, meg elfáradt, mert én még mindig akkor is ugyanolyan vagyok, mint reggel 8 órakor, és csinálom. Tehát én mint egy példát mutatva, nem engedhetik, vagy nem engedik meg maguknak azt, hogy ők most nyávogjanak, vagy fáradtak legyenek, vagy hisztisek legyenek. És Gizi, hogyha te el akarsz érni valamit a televízióban, vagy akár egy szponzornál, akkor milyen, hogy csinálod? Mit vedsz be? Hát elsősorban, másodszorban, harmadsorban szakmai tudást most már. Ezt, semmi mást. Hát aztán a többi, azt, hogy ezt én mondom, az lehet óriási előny, adott esetben aztán ugyanígy lehet óriási hátrány is. Különös tekintet, itt már nem a képernyőségről beszélek, hanem az egyéb szakmai dolgokról. Arra hadd térjek azért vissza, mert majdnem beleszóltam, csak nem akartam itt mondat közben, hogy mit jelent főnöknek lenni egy nőnek, mert azért én az életem 90%-ában ott a munkahelyen csak főnök vagyok, tehát a televízióban, és mégpedig nem is akármiért, tehát nem is akármilyen összeg az, ami felett, hát hogy mondjam, amivel dolgozunk. Egyetlen egy dolog, a tudás és a példamutatás szerintem, amit egy nőtől elfogadnak. És itt akkor is ki fogom mondani, hogy ez megint csak nehezebb egy nőnek, mint egy férfinak, és én szóval akárki vitatkozhat majd utána, meg közben, meg most is velem, én boldog vagyok, hogy nő vagyok. De nekem igenis egy picit több terhet jelent, hogy 12 órát dolgozom naponta, hogy a 12 órát folyamatosan figyelem. Ez nem hiszem, hogy azon, hogy én azt mondom ezzel, hogy baj, hogy jaj, a hátrány, meg a minden, hanem egyszerűen nőként nehezebb a 12 órát végig figyelnem. És lehet azt mondani, akkor rosszabbak a képességei, mint egy másik nőnek. Nem biztos. Szóval
a női fizikumból is adódhat, hogy egy bizonyos pontig tudjuk azokat mindenki elfelejti csinálni. Azt, hát, hogy biológiailag két különböző dologról van szó. Hála a jó Istennek egyébként. Hála a jó Istennek.